Az elmúlt napokban meleg rekordok dőltek meg, volt, ahol közel 19 Celsius fokig emelkedett hétfőn délutánra a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint kedden egy legyengülő hidegfront érkezik, mellyel éppen csak annyival érkezik hűvösebb levegő a Kárpát-medencébe, hogy a rekordok sora megszakadjon, de még így is jóval a sok évi átlag fölötti hőmérséklet várható a folytatásban is. A jelenlegi kilátások alapján még továbbra is azt mondhatjuk, hogy egy ilyen koratavasz idő lesz kilátásban, ugyanis továbbra is ezek a 7-10 fokos maxi hőmérsékletek lesznek majd a jellemzőek. Január 11-e körül nő meg a majd a bizonytalansági faktor, de jelentősebb mértékben akkor sem számíthatunk majd nagyobb lehűlésre. Kis Friderika hozzátette, a folytatásban is marad a ködös idő, számottevő csapadék nincs kilátásban, és éjszakánként sem kell fagyokra számítani. A legalacsonyabb hőmérsékletek 0 fok körül várhatóak. Amikor ilyen szép idő van télen, sokan emlegetik a gyakran ismételt mondást, meg lesz még ennek a böjtje. Az időjárás előrejelzők erre azonban ilyenkor még nem tudnak konkrétumokkal reagálni. Vannak ilyen hosszabb időintervallumra vonatkozó időjárás előrejelzések, illetve modellek, amikből szintén akár következtethetni tudunk bármire is a tavaszt illetően, de nem ajánlatos, mert annyira nagy időtávról beszélünk, hogy nem érdemes belőlük levonni messze menő következtetéseket. A tavaszias tél és a nagy hőingadozás ugyanakkor nem mindig hat kedvezően a szervezetünkre, ilyenkor könnyebben kaphatunk el különböző betegségeket. A korokozók ezt nagyon szeretik, a korokozók szaporodásához ez optimális, a nyálkahártyánk védekezése szempontjából viszont egyáltalán nem optimális, úgyhogy annak kedvez, hogy a korokozók megtapadjanak a nyálkahártyánkon és szaporodjanak végtelenül, amit tehetünk, hogy eleget pihenünk, nagyon-nagyon fontos, hogy jól aludjunk, jó minőségben, megfelelően étkezzünk, és amikor kiegyensúlyozott száraz hőmérséklet van, akkor mozogjunk akár a szabadban is. Erre pedig a következő napokban, hetekben az időjárás is kiválóan alkalmas lehet. Emellett érdemes a napsütéses órákat kihasználni, hogy szervezetünk természetes D-vitaminhoz juthasson. Mosolygó Éva hozzátette, a krónikus betegeknek érdemes ilyenkor gyakrabban kontrollálniuk az értékeiket.